Szevasztok gyerekek, ma folytatjuk a sort a világ legjobb szendvicseivel, ma egy caprese szendvics készül, tökéletesen sült csirkével, mozzarellával és egy paradicsomos pestoval, nézzétek! De mitől is lesz caprese a szendvics? Ugye a caprese salátát azt nyilván ismeritek, egy kis mozzarella, egy kis paradicsom, egy kis olívaolaj, ez mind megy bele a szendvicsbe, de természetesen át lesz az egész egy kicsit alakítva. Először is sütünk egy tökéletes csirke mellett, ezt már nagyon sokszor megmutattam nektek, szóval nem fogunk kitérni rá olyan nagyon részletben. Ha valakit érdekel, akkor ezt külön megtalálta a YouTube-on egy videóban. A lényeg az, hogy van egy frankó kis csirkénk, ezt megküldjük sóval. Megküldjük borssal, másik felét is síjai van, szépen repítjük bele a forró serpenyőbe, ahol egy steak-szerűen megsütjük 30 másodpercenként megforgatva. A csirke most a sütőbe megy 150 fokra 15 percre, és itt fog tökéletesre készülni. Na a csirke, amíg bent figyel a sütőben, addig megcsináljuk a másik fontos cuccot, ami a pesto rosso, az egy paradicsomos pesto lesz. Első, legfontosabb hozzávaló gyerekek, az egy kis szárított paradicsom, méghozzá olajban eltett szárított paradicsom. Az ilyen kiszárított verzióból nem tudjátok megcsinálni, ebből viszont nagyon-nagyon jó lesz. Szóval jöhet maga a pari, és hát, hogy látjátok, ez a paradicsom, ez egy ilyen nagyon jó kis paradicsom ízű olívaolajban van eltéve. Ebben még kapribogyó darabok is vannak egyébként, vagy ebből az olajból is nyomok egy kicsit hozzá. Szóval megvan az alapunk, a szárított pari, aztán ami még szintén kihagyhatatlan, az egy kis leszűrt fekete olajbogyó. Nem kell sok, de mondjuk azért ennyi, ez így jöhet. Valamilyen olajos mag, rátok van teljesen bízva, lehet pisztácia, kesudió, fenyőmag. Én most tök magot fogok használni. Mostanában erre vagyok rákattamva, így lazán ebből is mehet bele, kb. Ennyi. Aztán szükségünk van egy gerezni fokhagymára, mondjuk, hogyha ilyen nagyon nagy, akkor mondjuk fél gerezd is elég. Hopp, aztán tolunk bele egy kis parmezánt. Van nálam egy kis bazsalikom, nézzetek, eléggé fonnyatka szegény, mert hogy ez még ilyen tegnapi szedés, de egy ilyen pestóba tökéletesen jó lesz. Ugye nem zöld pestót készítünk, úgyhogy nem kell túlságosan sokat belerakni, de egy pár friss levél bazsalikom az nagyon jól fel fogja turbózni az ízeket. És nem mindenki szokott rakni a piros pestóba friss paradicsomot, de én igen. Szárított parink az ugye van benne, de hogyha egy kevéske friss is kerül bele, mondjuk egy fél paradicsomnyi, akkor az egy ilyen kis üde, friss, kicsit ilyen gyümölcsösebb ízvilágot ad neki. Szóval én azt is szoktam hozzáadni, egy kevéske sót, nem sokat, hiszen a parmezán meg a szárított pari is sós volt. Kis borsot mindenképp, még egy kevéske olívolajat, hogy jó krémes legyen az egész, és utána csapatjuk, lezúzzuk egy aprítógéppel, és már meg is vagyunk vele. Ez ennyi volt gyerekek, nézzétek meg, hogy milyen lett az állaga. Én azt szerettem, hogyha ezek a pestók, ezek egy kicsit darabosak maradnak, ezért is szoktam egyébként tök magot használni, mert ez nem krémesedik be annyira, mint hogyha mondjuk fenyőmaggal nyomulnátok, de a lényeg, hogy egy ilyen kis barnás, vöröses, kicsit rusztikus, darabos állagú mártást, vagyis hát ne, hogy mártást, ilyen szószt kaptunk, szagoljátok meg? Milyen jó illata van? Jön belül a parmezán, a szárított pari, a friss pari, az olívaolaj, hú, nagyon-nagyon király lesz. Na most ezt így saját magában is lehet használni, belerakni a szendvicsbe, összekeverni frissen kifőzött tésztával, az is ennyire isteni. Vagy pedig azt is meg lehet csinálni, hogy fogtok egy kevéske majonézt, és egy részét ennek a pestónak beledobjátok, és ezzel összekeveritek. Ez a piros pestós majonéz, ez egy annyira állati jó, ilyen kis szendvics alapanyag, iszonyatosan fel lehet vele dobni az ízeket. Én most ilyen majonézes verzióba is nyomatok majd a szenyóba, meg natur verzióban is, mert hogy semmi nem elég. És hát tök jól állunk gyerekek, még van 3 perc 57 másodperc a csirkének, hogy tökéletesen készüljön. Addig előkészülünk, felszeltek mindent, ami jön majd a szenyóba, ugye hát caprese szendvics, szóval kis mozzarella sajt jön bele, aztán friss paradicsom, vékonyra szeletelve, aztán egy pár levél jégsaláta, és ennek a tökéletes csirkemellnek még pihengetni kell egy kicsit, én úgy szoktam pihentetni, hogy közben azért rászórok egy kevéske friss zöld fűszert, én most itt oregánot szedtem a tetőteraszról, meg egy kevéske rozmaringot is, azt is így rácsipkedem. Kell neki egy pár perc, hogy szépen így a benne lévő szaftok azok visszahúzódjanak, hogy amikor megvágjuk, akkor ne dőljön ki belőle, és tényleg szaftos maradjon. Jöhet rá még egy pici olívaolaj. Így.
A szaftos csirke mellett felszeletelem, megborsozom, a buci aljára pedig mehet a majonézes pesto. Erre jön a csirke, egy kis saláta, a mozzarella sajt és paradicsomkarikák is kellenek. A buci tetőre megy a naturpesto és kész is van a szendvics. Próbáljátok ki és iratkozzatok fel a Street Kitchen csatornájára még most. Ja, és írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a kedvenc szendvicsetek. Na csá! Zé további ütős szendvicseit keresd a Shell töltőállomásokon.